Köszöntöm nézőinket, ez a Sportváros, a D+ TV sportmagazinja. Mai adásunkban beszámolunk Önöknek a Dunaújváros Pase vasárnap esti mérkőzéséről, amelyen nagy küzdelmet követően végül 1-0-ás vereséget szenvedtek a mieink. Majd a péntek esti szintén hazai futszámeccsen készült összefoglalónkat láthatják. Végül pedig az október 19-én induló játékvezetői képzésről adunk bővebb tájékoztatást. A D-Pase gárdája vasárnap este 6-tól hazai környezetben fogadta a tabella vezető Szent Lőrinc együttesét. Kiélezett mindkét oldalon jól működő védekezéssel, végül a vendégek megérdemelten egy gólos győzelmet arattak a mieink felett. A labdarúgó NB3 középcsoportjának 10. fordulójában itthon léphetett pályára a Dunaújváros Pase. A jelenleg is listavezető Szent Lőrinc érkezett hozzánk, hogy zsinórban 8. alkalommal győzedelmeskedjenek. Helyzettel indult a találkozó, amelyet a dunaújvárosi a kapusa hárított. A folytatásban pedig inkább a vendégek kerekedtek felül, de mindkét fél játéka kifejezetten élvezetes volt. Az első félidő 36. percében már szabadrugáshoz jutottak a mieink, amelyet kitűnő helyről végezhettek el, Szepesi rugása sorfalat talált. A választ erre Pokorninak még sikerült kivédeni, de egy perccel később Luka lövésével szemben már tehetetlen volt. Hát nehéz mérkőzésre számítottunk a Szent Lőrinc ellen, ugye az eredményeik alapján is, és be is igazolódott a meccsen is, hogy egy rendkívül jó csapat NB3-as szinten. Nagyon stabilak voltak, jól jöttek ki kontrából, úgyhogy nagyon nehéz dolgunk volt. Sajnos a gól után még jobban visszaálltak védekezni, és a kontrákat erőltették. Úgy érzem, kevés lehetőségünk volt, nem volt átütő erő a támadásunkba. Sajnos most a pontrugásokban se volt benne ugyannyira a veszély. Sajnáljuk ezt a vereséget, nem így terveztük, főleg, hogy egy ilyen 6 pontos mérkőzést veszítettünk el, de hát menni kell előre, most jönnek a nehéz mérkőzéseink, most fog eldőlni, hogy hova fogunk tartozni, hogy fogunk-e tapadni az élmezőnyre az első hely környékén, vagy visszabesünk a középmezőnybe, ez a 3-4 meccs, ez meg fogja mutatni, hogy hova fogunk tartani. Fordulást követően sokkal aktívabbá vált a hazaiak játéka, hiszen a Szent Lőrincet sikerült saját tér felére beszorítani és átlövésekkel próbálkozni, de találatot nem tudtak szerezni a mieink. Bár a mezőny fölény a dunaújvárosiak mellett szólt, de védőink hibáit kihasználva mégis a vendégek növelhették volna tovább előnyüket. A Pase focistái ugyan próbálkoztak a meccs hátra levő részében, de megérdemelten aratott győzelmet az ideérkező Szent Lőrinci gárda. Hát az első fél időben passzívan játszottunk. Igaz, akkor is volt egy-két lehetőségünk, az ellenfélnek is volt lehetősége, ők kihasználták, mi nem használtuk ki. De az első fél idő játéka az rettentő passzív volt. Második fél időben, hát mivel 1-0 vezetett az ellenfél, próbáltunk aktívabban támadni, a mezőnyben ez rendben is volt, viszont a támadó harmadban nem voltunk elég hatékonyak, és nem volt olyan minőségi teljesítmény, olyan minőségi passz, vagy egyénileg megoldások, amiből több lehetőséget tudtunk volna kialakítani. Amiben az ellenfél jobb volt, az véleményem szerint a harcosság, a fizikális termetbeli különbségek, tehát nehéz volt ellenük játszani, hát nem véletlenül nyertek 8-ban 8-at az utolsó 8 mérkőzésen. Ennek ellenére ezen a rangadón egy olyan momentum döntött, ami akár nekünk is lehetett volna az elején, viszont ők találtak be első félidőbe, második félidőbe, ahogy kinyíltunk, akkor már azért nagyobb területeket hagytunk nekik, akkor már volt komolyabb lehetőség is a gólon kívül. Amiben fejlődni kell a jövőre nézve, az mindenféleképpen az, hogy hatékonyabb egyéni védekezést párharcban, mert az nem volt jó, illetve az a fajta előrejáték, ami jellemző volt a csapatra az elmúlt mérkőzéseken, azt ma kevésbé láttam, tehát ebben mindenféleképpen előre kell lépnünk. A következő megmérettetést idegenben a Gyulai Grosics Gyula arénában játsszák majd a dunaújvárosiak. A vasárnapi mérkőzés délután 2 órakor kezdődik.
Hazai pályán fogadta a Rubeola Csömör FC együttesét a Dunaferdu Edutréd FC pénteken este a Dunaújvárosi sportcsarnokban. A futszámérkőzés 12-4-es Dunaújvárosi győzelemmel ért véget. A Rubeola Csömör FC együttesét fogadta a Dunaferdu Edutréd FC pénteken este a Dunaújvárosi sportcsarnokban. A futszálosok nagy lendülettel vágtak neki a mérkőzésnek. Folyamatosak voltak a támadások, míg nem Hosszú Ádám védhetetlenül rúgta be a labdát a vendégek kapujába. Az első hazai találatot követően próbált ugyan egyenlíteni a Csömör, de ez nem sikerült nekik. Közben pedig a Dunafer folyamatosan növelte előnyét. A harmadik hazai gól után jött is a vendégek időkérése, de a folytatásban is a Dunafer futszálosainak sok passzos játéka hozott eredményt, azaz egy negyedik gólt is. Majd egy védekezési megingást kihasználva a 10. perc elején a Rubeola belőtte első találatát a miénk kapujába, erre azonban rögtön érkezett a hazai válasz, így lett 5-1 az állás. A rengeteg találat után a gólgyártásból visszavettek a felek, akik több helyzetet dolgoztak ki ugyan még ebben a játékrészben, de ezek már kihasználatlanok maradtak. Hát hibák azok vannak, tehát ugye 12 gólt kapunk, tehát 12 gólt nem lehet kapni egy mérkőzésen. A játéka nem volt baj, szerintem jól játszottunk, voltak hibák, nyilván ugye fejben azért elég fiatal csapat, tehát nagyon sok fejbeli hiba van, amit lehet javítani, nyilván a rutinnal, illetve a gyors passzokkal és nagyobb játékokkal. Jobb csapat, tehát a Dunafer egy jobb csapat, fiatalok vagyunk, nehéz volt áttörni a védelmüket, sokat kell még fejlődnünk. Úgy érzem, hogy megérdemelten aratunk győzelmet 12-4 a Csömör ellen. Én szerintem nagyon jól játszottunk a mai mérkőzésen, nagyon agresszívan. Kisebb-nagyobb hibákkal voltak, hullámvölgyek a játékunkban, de szerintem végúraltuk a játékot. És még egyszer, én szerintem ez nagyon pozitív, hogy ilyen sok gólt tudtunk lőni egy nagyon gyors és fiatal csapat ellen. Ugye még a nyári felkészülés ideje alatt is játszottuk mondjuk egy edzőmérkőzést, ott 11-es arányban tudtunk nyerni. Én szerintem a Csömör egy nagyon kellemetlen ellenfél, hiszen nagyon fiatal játékosokból áll, és emiatt nagyon agresszívak és nagyon gyorsak is sokat tudnak futni, amivel én szerintem itt az NB1-ben megállják a helyüket. Én szerintem a mostani pozíciók nem reális az ő tudásukhoz mérten, de még egyszer mondom, én nagyon örülök, hogy egy ilyen, én szerintem jó csapat ellen ilyen nagy arányú győzelmet tudtunk aratni. Én úgy érzem, hogy az első fél időben nagyon jól koncentráltunk egész végig. Valahogy a játékunk mindig a másik fél időre egy kicsit elkezd imbolyogni, nem annyira magabiztos, ez szerintem a koncentráció miatt van, egy kicsit jobban ki kéne ezt a sávot húznunk, hogy a meccs másik fél idejébe, és nagyon jól tudjunk és koncentráltat tudjunk odafigyelni. Ugye ez volt a Veszprém elleni rangadón is, ahol 4-0 volt a fél idő, és 5-3 lett a vége, felhoztuk őket, de a végére ugye úgy magabiztosan tudtunk győzni. Én szerintem ez lehet a kulcs, hogy mindenféleképpen azt a magabiztosságot és azt a koncentrációt teljesen a meccs végéig ki tudjuk húzni. Hát a saját teljesítményem mindig egy kicsit kritikus vagyok, de én úgy érzem, hogy hoztam egy jó teljesítményt, rúghattam volna még több gólt, mi is rúghattunk volna több gólt természetesen, de ettől függetlenül a saját és a csapatom teljesítményével is elégedett vagyunk, hiszen 12-4-en nyertünk, ezt szerintem nem kell megmagyarázni. Fordulás után azonban szépített a Csömörgárdája, majd egyre keményebb párharcok tarkították az összecsapást, és csak úgy záporoztak a gólok. Közben pedig Fehér Zsolt, a Dunafer edzője arra törekedett, hogy minden játékosának lehetőséget adjon. Végül pedig egy 12-4-es magabiztos győzelmet arattak a miénk. A hazai környezetben ilyen nagy arányjal nyerni, az úgy gondolom, hogy egyrészt a csapatnak is az önbizalmát, illetve hogy kiszolgáljuk a hazai közönséget, akik szép számmal látogattak ki, ez nagyon-nagyon fontos nekünk. Az öltözőben beszéltük, és nem csak én mondom, hanem a játékosok is, melyek az első félidő mindig szenzációsan alakul, akár itthon, akár idegenben. A második félidőben viszont vannak problémáink, ezt orvosolnunk kell. Elképzelhet, hogy egy picit erősebb edzések fognak következni, hogy kitoljuk egy picit akár a koncentrációt, meg akár az erőlétet is, de ezt a következő napokban kicsit az idősebb játékosokkal át fogom beszélni, hogy ők hogy látják és mit gondolnak. Az, amit az imént mondtam, hogy a második félidőben egy picit kiengedünk, és az edzés végén lesznek olyan gyakorlatok, amivel ki fogom tudni tolni nekik a koncentrációt, legalábbis szeretném azt, hogy jobban tudjanak koncentrálni. Amikor nagyon fáradtak, akkor fogunk majd például a labdát tartani, és akkor fogunk a kapu elé menni, hogy azokat a szituációkat jobban gyakoroljuk, és hogy jobban kitolják a koncentrációt, még egyszer mondom. Ugye az első fél időben mondhatni azt, hogy hiba nélkül eljátszottuk a mérkőzést, talán egy olyan védekezési hiba volt, amiért megdorgáltam őket a szünetbe. A második fél időben a koncentráció az, amit ugye mondtam az előbb is, hogy azon villámgyorsan javítanunk kell, de
nézvén a bajnokság ugye eddigi szakaszát, vezetjük a tabellát most ezzel a győzelmünkkel. Senki nem gondolta volna, hogy ez a csapat valamikor is fogja vezetni. Mi a végén szerettük volna vezetni, de most már itt a szezon közben vezetjük a point félretéve. Dolgozni kell azért még nagyon sokat, mert nagyon-nagyon hosszú a bajnokság. Nehéz értékelni, mert úgy gondolom, hogy nem nyújtottunk olyan teljesítményt, elsősorban a koncentrációban, meg helyzetkihasználásban, ami egy ilyen bajnoki mérkőzés, egy ilyen ellenfél ellen elvárható lenne. Nagyon rosszul döntöttünk bizonyos szituációkban, amit az ellenfél könnyörtelenül kihasznált. Én azt gondolom, hogy voltak a játékban jó periódusok, amiket tudtunk nyújtani, tudtunk rengeteg zicsert kialakítani, de hát ez kevés, tehát gólokat kell lőni, illetve hát a kontrákat, nem is tudom, nincs jelző, hogy mennyire gyengén védekezzük le. Hát, hogy mennyit valósítottak meg, mondhatnám, hogy konkrétan semmit, mert ezt a szünetben el is mondtam nekik, hogy igazából nagyjából tudtam, hogy mi lehet az a pont, amivel a Dunaújváros dolgát meg tudnánk egy picit nehezíteni, és gyakorlatilag meg se próbáltuk. És a második fél időben már inkább, és ez látszott is akár a gólok számában, akár pedig a helyzetek számában, de én nagyon szomorú voltam emiatt, hogy nem azt nem látom, hogy nem sikerül, hanem azt látom, hogy meg se próbálják. A másik oldalról pedig, hogy minket dolgozni, hát elsősorban a koncentrációt kell javítani, mert azon múlik minden, én úgy gondolom. Rengeteg labdát adunk el, rengeteg támadást fejezünk be úgy, hogy abból kontrát tud vezetni, tehát nincs lövés, nincs gól adott esetben a végén, tehát rengeteg olyan döntést hozunk, amiből utána nekünk van problémánk hátra, és hát a mai mérkőzésen nyilván itt a Dunaújváros dicséretére szó lesz, hogy olyan játékosokkal találkoztunk, ahol vagy akik ezt kihasználják és gólra váltják. Ilyenkor mennyire csalódott az edző, és mennyire csalódottak a fiúk, hogyan élik ezt meg? Az én csalódásom igazából arról szól, amit mondtam az előbb, hogy keveset kaptam vissza abból, amit kértem, tehát ez mindenféleképpen csalódás. Igazán megmondom őszintén, hogy nem voltak illúzióim a mai mérkőzéssel kapcsolatban, én tudtam azt, hogy nekünk abból problémánk lesz, hogy itt ilyen intelligens, rutinos játékosok vannak az ellenfélnél, tehát a mi csapatunk erre nincsen még kész. A csapat csalódottsága az is érthető nyilván, többre számítottak saját maguktól, elkeseredettek, tehát most nincs jó hangulat az öltözőben, de hát tanulni kell ezekből a dolgokból nekik is, nekem is, tehát hogy nincs ezzel semmi probléma, ez egy út eleje, én úgy gondolom, tehát itt nekünk még nagyon-nagyon sokat kell beletenni. És hogyan alakul a szezon eddig? Jól indultunk. Voltak olyan eredmények, amik reménykeltőek voltak, egy picit talán a csapat nem megfelelően reagálta ezt le. Lehet, hogy néhány játékos egy picit többet gondolt ebből a dologból, mint amennyi benne volt. És hát most kapjuk ezeket a pofonokat, amiből szintén tanulni kell. Tehát én azt vallom, hogy a sport megtanít a vereségeket elviselni, meg méltósággal győzni. És jelen pillanatban most ugye a rossz oldalon vagyunk, de az elején pedig mondom a másik oldal volt, amikor olyan eredményeket értünk el, ami biztató volt, és nem dolgozták föl jól. Tehát bízom abban, hogy ezt a vereséget, vagy ezeket a vereségeket majd jól fogják, vagy jól fogjuk, és akkor lehet egy szép jövő ezelőtt a csapat előtt. A Dunaújvárosi futszál csapat legközelebb október 19-én Debrecenben játszik, majd november 12-én 20 órakor a Berettyóújfalu ellen újra hazai pályán lépnek fel. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér megyei igazgatósága játékvezetői képzést indít október 19-i kezdettel, megfelelő létszám esetén pedig Dunaújvárosi helyszínnel is. Minden 14. életévét betöltött érdeklődő jelentkezhet az alapfokú képzést biztosító tanfolyamra. A feltétel csupán erkölcsi bizonyítvány és sportorvosi engedély. Nem először indul ez a tanfolyam, szerencsére most már hosszú ideje, 15-20 éve, de lehet, hogy még több is. Minden évben egyszer, vagy ha úgy van, akkor kétszer is megrendezi az MLS Fejér megyei igazgatóság ezt a játékvezető képzést, hiszen ez is egy hiány szakma, hiány terület, ezért egyszer vagy kétszer évente indítják ezt a képzést, vagy tanfolyamon. Ha megfelelő a létszám Dunaújvárosi és környékben jelentkezők esetén, akkor itt helyben Dunaújvárosban is van egy képzés, de a nyitó képzés és a vizsga az mindenféleképpen Fehérváron van.
Általában olyan 8-10 fő környékétől már itt is meg szoktuk tartani a képzést. Szerencsére ez idáig mindig összejött ez a létszám innen is. A 14 életévét betöltött jelentkezők jöhetnek, ami fontos, hogy erkölcsi bizonyítvány, azt meg kell szerezni legkésőbb a vizsga időpontjáig. Jelentkezni a játékvezetőleszek.hu oldalon lehet, vagy a Fejér megyei igazgatóságnak az oldalán akár. Hát itt mi a labdarúgás játék szabályaiból készítjük fel őket, hiszen egy játékvezetőnek tisztába kell lenni a szabályokkal, így kapnak elméleti képzést, amiben a szabálykönyvet veszük át elejétől a végéig. Van gyakorlati feladat kint a pályán, megmutatjuk nekik, hogy mik a jelzések, akkor edzőmérkőzéseken működhetnek, ott kipróbálják magukat, hogy tudják-e alkalmazni a szabályokat, vagy sem, és utána ebből van egy gyakorlati vizsga, egy elméleti, írásbeli és szóbeli vizsga, valamint egy fizikai felmérőt kell teljesíteni ahhoz, hogy a képzés során végén megkapják ezt a játékvezető képesítést. Október 19-én indulna a képzés, hát legkésőbb akkor jó lenne lezárni ezt a jelentkezést. Várhatóan február vége, március elejéig fog tartani. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss adással egy hét múlva hétfőn jelentkezünk. Tartsanak velünk addig is, viszontlátásra!